Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat gyűjtöttem össze. A 25. születésnapját ünnepelte a Vörös Marti Rádió, a jubileumot hallgatóikkal együtt közönségtalálkozóval és műsoros estével köszöntötték. Közönségtalálkozóval köszöntötte hallgatóit a 400. jubileumát ünneplő Vörös Marti Rádió. A Fehérvár Média Centrum rádiós szakemberei, műsorvezetői, hírszerkesztői, állandó vendégeiket, szakértőiket invitálták meg az Ikon Klubban megrendezett estre. 25 éves múlttal rendelkező rádióról beszélgetünk a Vörös Marti Rádió esetében. Azt gondolom, hogy minden alkalmat meg kell ragadnunk arra, hogy ezt az értéket, amit a Vörös Marti Rádió képvisel, azt megmutassuk. Ez a közönség találkozó is ezt szolgálja. Az előzetes regisztrációk is azt mutatták nekünk, hogy nagy az érdeklődés, nagy a várakozás a programra. Reméljük, hogy nagyon jó fog sikerülni ez az este. Mi rádiósok ritkán találkozhatunk a rádióhallgatókkal, mégis tudjuk, hogy együtt vagyunk. Ahogy én szoktam mondani, tudom, hogy vasárnap délelőttönként ott ülök a hűtőszekrény tetején, és segítek a főzésben. Most viszont van lehetőség arra, hogy találkozzunk nem a konyhában, hanem egy ilyen közönség találkozón, hogy beszélgethessünk, és ne csak mi beszéljünk, hanem szóljanak hozzánk a hallgatók is. Szerintem kellenek az ilyen együttlétek, főleg, hogyha egy helyi rádióról beszélünk. Ez egy kis család, ez a város, és ilyenkor egy picit a rádió is részese lehet. Nagyon jó érzés látni, hogy ennyi ember eljött hozzánk ide a mai napi közönség találkozó, hogy ennyire kíváncsiak a Vörös Marti Rádióra. Gondoltuk, hogy ezért sokan leszünk, de hogy ennyire sokan és ennyien eljönnek, azért azt nem gondoltuk volna. Igyekszünk meghálálni ezt a fajta törődést az elkövetkező években is, és köszönjük természetesen mindenkinek. Ez egy fantasztikus dolog, hogy egy ilyen közönség találkozó keretén belül lehetünk itt mindannyian Vörös Marti rádiósok, és hát nem csak mi, hanem mindazok a kedves hallgatók, akik napról napra, óráról órára hallgatnak minket. Nagy öröm nekünk találkozni ezekkel az emberekkel, hiszen a stúdióban gyakorlatilag a falnak beszélve bízunk csak abban, hogy minél többen szeretettel hallgatnak minket, olyan nagy szeretettel, ahogy mi beszélünk a hallgatókhoz, és ma este alkalmunk nyílik arra, hogy itt találkozzunk velük, és megismerkedhessünk velük. Ez egy nagyon fontos este a Vörös Marti Rádió életében, hiszen újra egy közönség találkozó, és ezt itt tudjuk nagyon jól ti is, nyilván televíziósok, mi is rádiósok és a Fehérvár Média Centrum munkatársai mindannyian, hogy mit is jelent igazából a közönség számunkra, mindent. Nekik dolgozunk, értük tesszük minden nap a lépéseket, a hangokat, értük készül minden, így aztán mi úgy gondoltuk, hogy kedveskedünk ennek a remek közönségnek, aki követi a Média Centrum munkáját, ezen belül persze ugye a Vörös Marti Rádióit is, és hát én nagyon-nagyon szeretném, ha sokan összejönnének, egy igazán hangulatos, beszélgetős, ismerkedős parti lenne, legyenek itt nagyon sokan. Igazi élmény egy ilyen közönség találkozó, hiszen talán azt gondolom, hogy a hírszerkesztők azok, akik a legkevésbé tartják a kapcsolatot a hallgatókkal, a legelszeparáltabbak, úgyhogy ez egy igazi élmény az, hogy most személyesen találkozhatunk itt a hallgatóinkkal. Azért tartom fontosnak ezt az estét, hogy a hallgatók ne csak a hangunkat ismerjék meg, hanem magunkat is, hogy milyenek vagyunk valójában, mint emberek, nem csak rádiósok. És ilyenkor kötetlen a beszélgetés, közelebb tudunk egymáshoz kerülni, és tudnak már azonosítani bennünket hang alapján, hogyha meghallják a 99,2 MHz-en, és remélem, hogy nagyon jól fogják magukat érezni velünk együtt. Igazából a Vörös Marti Rádió csapatában még nagyon új vagyok, hiszen 2 éve vagyok itt a rádiónál, és kicsit félve jöttem ide, hiszen sok tapasztalatom nem volt, de megmondom őszintén, hogy nagyon kellemesen csalódtam, és nagyon-nagyon jól érzem magam a társaságban. És nagyon megtisztelő az, hogy bizalmat adtak nekem itt a rádióban, és ez a mai rendezvény szerintem azért nagyon jó, mert azok az állandó hallgatók, akik tényleg nap mint nap hallgatnak minket, nyilván a rádiókészülékek mellett sokszor nem tudják azonosítani a hangot az arccal, és itt ma este viszont lehetőségük van arra, hogy megismerjék a műsorvezetőket, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, az meg nagyon megtisztelő számomra, hogy felkértek arra is, hogy szakszofonoznak, és nagyon örömmel teszek ennek eleget. Nagyon nagy megtiszteltetésért azzal, hogy itt lehetek ma este, 2,5 évvel lassan már, hogy erősítem, illetve akár gyengítem ugye a rádiónak a stábját, és iszonyatosan nagy élmény az, hogy most találkozhatom azokkal az emberekkel, akik hallgatnak gyakorlatilag. Ugye mindig csak elképzelem, hogy hányan, kik, hogyan hallgathatnak, és hát ez nekem egy nagyon nagy élmény, hogy gyakorlatilag most akár
közelbe kerülhetek azokkal, akik föltetnek nyugodtan kérdéseket, és nagyon nagy megtiszteltetés tényleg az is, hogy a rádió stábjához tartozhatom, illetve az is, hogy gyakorlatilag tényleg egy ilyen rendezvényen itt lehetek, és ez számomra tényleg egy nagy öröm. Én azt gondolom, hogy a mai rendezvényel, ha kétsége lett volna bárkinek és a közszolgálatisággal kapcsolatban, azt gondolom, hogy akkor most mindenféle tévhitet el tudtunk oszlani, ugyanis a közszolgálatiságra, a közszolgálatra szükség van. És azt gondolom, hogy ennek egy igazi égköve az a közönség találkozó, ami éppen itt van most szervezőben, és bár 20 órától hirdettük meg a kapunyítást, de szemmel láthatóan már meglehetősen nagy az érdeklődés, és el kell, hogy mondjam, folyamatos még mindig a regisztráció. Igaz, hogy 16-17 óráig kértük a hallgatókat, hogy jelezzék, de éppen most a vezetőséggel egyeztettem, hogy lehetőség van még arra, hogy a most jelentkezők be tudjanak jönni a programra. És ami számomra örvendetes, hogy nagyon sokan a hallgatók közül a kollégákra, a vendégekre, a műsor vendégeire nagyon kíváncsiak és szeretnének velük találkozni. Ez a közönség találkozó erre méltó helyszín, és azt gondolom, hogy alkalom is. A bensőséges hangulatú találkozón ezúttal is bizonyságot nyert a műfaj kitűnőségei, miért is élvezik hallgatóik bizalmát. A város hangja és a rádiós műfaj elkötelezettjei egymás épülésére igazi örömünnepet varázsoltak erre az estére is. Az esten a beszélgetéseken a személyes találkozás misztériumán túl természetesen megmutatták másik művészi énjüket is rádiósaink, olyan programmal készültek, ami egyként erősítette meg, nem csak a hangjuk a hallgatóké. A Szabad Művelődés házában megrendezett bőrze mellett egész nap előadások várták a szülés előtt álló, illetve az azután lévő szülőket. Az előadók között volt szülésfelkészítő, védőnő és hordozási tanácsadó is. Minél többet tudunk róla, minél jobban fölkészülünk. Interaktív beszélgetéssel kezdődött a születéshete fehérvári programja. Hagymási László, a Fejér megyei Szent György Kórház osztályvezető főorvosa családokkal, párokkal beszélgetett a szülést megelőző és az azt követő eseményekről. Az idei előadás rendhagyó volt, hisz a kórház nemrég nyert el egy pályázatot a szülészet fejlesztésére, így a jövőbeni lehetőségekről és változásokról is tudott már beszélni a főorvos. Ez a mostani előadás itt a kismamáknak, házaspároknak, családoknak szól, erre kaptam meghívást, és igazából ami a terhességről, a szülésre felkészítésről, a szülőszobai ellátásról, a szülőszobán az új édesanyák, a házaspároknak a lehetőségeiről, a koreai anya-gyermek kapcsolatról, a szoptatásról, a rumingines babásszobáknak a helyzetéről. Szoktunk ilyenkor beszélgetni, ilyen kis ilyen interaktív beszélgetés formájában a házaspárokkal. A legfontosabb az, hogy a terhesség a szülés előtt megfelelően fölkészüljenek erre az óriási nagy napra, a szülésre, vagy később a gyermekágy az időszakra a szoptatása. A mai alkalommal rendhagyó annyiban a beszélgetésünk, hogy a mai Fejér megyei hírlapban jelent meg, hogy megújuljuk a szülészet nőgyászati osztályunk, illetve a szülészeti osztályunk a szülőszobák, illetve a rumingines szobák. Úgyhogy erről fogok inkább többet beszélni, hisz ez óriási változás lesz most az osztályunkkal. Eddig is a családbarát elveken működő családközpontú szülészeti ellátás szerint dolgoztunk az elmúlt években, évtizedekben. Ennek az eredménye lett az, hogy az elmúlt évben megkaptuk az év szülészete díjat Magyarországon, nagyon, nagyon büszkék vagyunk. És az elmúlt évben egy pályázatot írt ki a kormány, pontosan a családbarát szülészeti ellátás fejlesztésére, hogy a szülészet osztályoknak az objektív feltételét minél olyan helyzetbe hozzák, hogy minél alkalmasabbak legyenek ennek a szülészeti ellátásnak a megvalósítására. A pályázatot mi is benyújtottuk, és nagy örömünkben, mint egy 280 millió forintot nyert az osztály. Ebből a pénzből az idén, reméljük az év végére már el fog készülni a szülőszoba felújítása, illetve a babásszobáknak a... Eddig is úgy érzem, hogy meg voltunk elégedve, de ezt a lehetőséget mindenképp ki kell használnunk, és ennek egyik terveink között szerepel, hogy minden szülőszobát, ami jelen 4 darab egyágyas szülőszoba, otthonosabbá, barátságosabbá, minél természetesebbé tegyük, és új bútorzat fog beépülni. Minden szülőszobában vizes blokkot alakítunk ki, hogy tudjanak vízbe is vajudni a kismamák, és hozzá minél otthonosabb könyvet tudjunk nyújtani. És a pályázat lehetőséget ad arra egy plusz 5. szülőszobának a
létrehozására. Ezt úgy nevezük el, hogy családi szülőszoba, és ebben már egy nem csak, hogy a kis többen is részt vehetnek majd a szülésnél, a családok, mintha otthon lennének, illetve egy vízben vajudása, illetve vízbeszülése alkalmas úgynevezett kártat fogunk elhelyezni, ami szülése is alkalmas lesz. De ez egy szülőszoba, ilyen szempontból óriási fejlődésen fog keresztül menni, és a látványtervek már készültek, amelyet az újságban is lehet majd látni, illetve hát a babásszobákat, ami most jelenleg van a kétágyas, három és a négyágyas, az úgynevezett roominginess szobáink, azokat is csak ilyen kisebbekre fogjuk átalakítani, és úgy fognak kinézni, mint egy kis szállodai szobák, majd új bútorzattal, új felszereléssel, és ahol egy ágyak lesznek, ott esetleg a hozzátartozók, az apukák is bent tartózkodhattak majd a szülés alatt. Ez eddig álmaink voltak, és bízunk abban, hogy ebben az évben ezek az álmaink valóra is válnak. Az országos programhoz városunkban a Székesfehérvári Baba Hordozó Klub csatlakozott. Két tucatáru sportékáiból választhattak a Szabadművelődés házába érkező érdeklődők, miközben egész nap váltották egymást az előadók, akik beszéltek a baba hordozásról, a szülés felkészítésről, vagy éppen a szoptatásról. Hordozós és mosipelus vásár van a mai napon, ez most már hagyományosnak tekinthető, mert már harmadik alkalommal rendezzük meg. Igazándiból mindenféle, ami kisgyermekes családoknak, édesanyáknak, édesapáknak szükségük lehet. Egyedi készítésű dolgok a legtöbb, az ékszerektől a ruházatig, a táskákig, kis cipőkig, minden megtalálható a vásárban, körülbelül 25 árussal. Az előadások igazándiból a szülés körüli időszakot fogják érinteni, egészen a baba várástól, egészen a kisgyermekkor végéig. Fogunk beszélni magáról a szülésről, ugye itt lesz Független Bába, illetve a Fejér megyei kórház osztályvezető főorvosa, úgyhogy ők fogják kimondottan a szülésről. Én fogok tartani majd ugye a szülésre készülésről egy előadást. Védőnő fog beszélni arról, hogy milyen élményei voltak eddigi praxisában, mint védőnő. Szoptatási tanácsadó érkezik, ugye a téfitekről fog beszélni. A hordozási tanácsadónk természetesen mindenképpen ugye a hordozás szépségéről fog előadást tartani, és bemutatkozik a Fehérvári Baba Hordozó Klub is a nap folyamán. A születés hetét először 2003-ban rendezték meg. Idén 9 település 12 helyszínen várta az érdeklődőket. Mert rengeteg olyan program van, ami kicsit a kisgyermekes családokat érinti, de ami kimondottan csak a születés és a születés körüli időszakról szól, az egy hiánypótló, én is gondolom. És ez nagyon-nagyon jó, hogy szakemberektől nagyon-nagyon tömören egy nap alatt nagyon sok hasznos információhoz juthatunk. A Baba Hordozó Klub harmadik alkalommal vállalta magára a szakmai és kulturális rendezvény lebonyolítását Székesfehérváron, hogy ezzel is segítsék a szülés vagy éppen a gyermekvállalás előtt álló párokat, mind a tudás, mind az eszközök beszerzésében. Újra megnyílt a Börgönd pusztai állatsimogató. A látogatók többek között kecskékkel, birkákkal, lovakkal és lámákkal ismerkedhetnek meg egészen közelről, de találkozhatnak szurikátával és kenguruval is. Hajdú Sándor és felesége 2 évvel ezelőtt költözött Börgönd pusztára. Amikor látták a horgásztavat, gondolták, hogy érdemes lenne rendbe hozni. Ezért megvásárolták az állatsimogatóval együtt, amelyet korábban Péterfi Mihály működtetett. A területet 1 év alatt újították fel, bővítették ki, hogy megnyithassa kapuit a látogatók előtt. Korábban jártunk ide horgászni, és gondolkodtunk rajta, hogy és lejöttünk, legelső alkalom lejöttünk a tóhoz, láttuk, hogy el van hanyagolva, semmiféle horgászat nincs jelen pillanatban. Megkerestük a volt tulajt, Péterfi Mihályt, megegyeztünk vele, megvettük a tavat, és hozzávásároltuk még az állatsimogatót. Tavalyi egész évben zárva volt, felújítottuk, és mosítottunk egy 80%-os állapotra, de most már kénytelenek voltunk megnyitni, akkora igény volt rá, hogy megnyitottunk, de még mindig fejlesztések vannak, még további építkezések lesznek, rengeteg állatot fogunk még hozni, szóval itt tényleg egy ilyen Kánaán lesz majd a gyerekeknek. Laknak-e állatok? Várnak-e rátok? Régi barátok? Kutyák, csalafinta, macskák, szimatolva a lábatok? Hogy merre jártatok? Rengeteg állatunk van. Szóval igazából a házi jellegű szárnyasoktól kezdve a vízimadarakig, a héják, a pávák, a
szurikátától kezdve a ormányos medve, a pónik, a láma, alpaka, őzikék, kenguruk, mai nap még fog érkezni egy kislány kenguru is, ő még ráadásul vemhes is, lesz majd picike, van 3 darab emu tyukunk, szóval azok is egy év múlva már akkorák lesznek, itt fognak rohangálni a gyerekek közt, szóval igazából rengetegféle állatunk van, és tényleg nagyon-nagyon jön azt a gyerekeknek. Hogy az állatsimogató területét nézzük, akkor milyen részei vannak ennek a simogatónak, mi mindennel találkozhat az, aki ide jön? Hát ez egy komplex szolgáltatás. Szóval igazából, hogyha az apuka szeret horgászni, akkor eljön pecázni, a kisgyerek itt egész nap el van a simogatóba, plusz szolgáltatásként nagyon finom éttermünk van, jó kajáink vannak, van egy sörözőnk, ahol egésznapos foglalkozások lesznek mondom, a nyári táborban a gyerekeknek, szóval igazából egész évben nyitva vagyunk, és egy teljes körű szolgáltatás lesz itt, szóval itt az egész család nyugodtan jöhet, a kiszolgáló helységeink is mondhatnám, hogy szállodaszintűek, szóval igazából nyugodtan jöhetnek még a kényesebbek is ide, szóval nem fognak csalódni. Mennyire volt nehéz egyébként megvalósítani így ezt az állatsimogatót? Mennyire nehéz ezeket az állatokat beszerezni, megvásárolni, az engedélyeket beszerezni? Hát igazából nem egyszerű. Szóval például a szurikátákat is vadasparból, átkertből tudom beszerezni, és egyértelműen csak olyan helyekről lehet, ahol vannak előzményei, szóval mindenkitől nem lehet vásárolni. Ugyanúgy a halaktól kezdve ezeket az állatokat is oda kell figyelni, orvosi igazolásnak kell mindennek, szóval oda kell figyelni ezekre természetesen, de minden állat, amelyik érkezik először karanténban marad, akkor és akkor utána van beengedve a többiek közé. Lesznek-e valamilyen nyári lehetőségek így csoportosan, vagy pedig így egyénileg a gyerekek számára? Hát minden nap nyitva vagyunk, 9-től 18 óráig tervezik a nyitvatartást, de igény szerint majd lehet hosszabbítani esetleg. Iskolás csoportoknak további kedvezmények lesznek majd egyébként. 9 héten keresztül nyáron táboroztatás is lesz, hétfőtől péntekig. Szóval igazából a gyerekeket majd nem tanárok fogják, tanárok felügyelőadatok lesznek a nyári táborba, 3-szor étkezést fognak itt kapni, mindenféle foglalkoztatás, és a nagyobbakat be is fogjuk majd itt a munkába, szóval igazából hozzászoknak az élethez. Hulladékból alkottak hordható ruhákat, egyedi kreatív technikákkal készítettek ékszereket és kukákat is dekoráltak általános és középiskolások. 6. alkalommal rendezte meg az Árpád iskola ökomodell versenyét. Kreativitás, jobbnál jobb ötletek és hulladékból született alkotások mutatkoztak meg a közönség és a zsűri előtt az Árpád szakgimnáziumban és szakközépiskolában. Az ökomodellverseny célja, hogy a környezettudatosságra hívja fel a figyelmet, így minden ruha valamilyen hulladékból készült el. A szoknyám az egy filmipari hulladékanyagból van, ezzel szoktak sötétíteni, és a mintákat rá azt pedig újságokból, magazinokból vágtam ki. Egy szisztéma szerint ugye én egy csoporttal érkeztem, és mindenkinek megvolt a maga témája, az enyém a divat. A fejdíszem az papírmasé hulladékból van, szoktunk csinálni ilyen maszkokat, és akkor annak a hulladékja ugye mindig egy bizonyos méretű és formájú anyag hullik le a maszkról, és ezeket így összeragaszgattam ilyen virágformába. És a tanáromnak vannak kapcsolatai, és akkor így tudtuk szerezni a szoknyához az anyagot. A varrásban vagy az összealkotásban kisegített neked, és mennyi időbe telt ennek a ruhának az elkészítése? Varrógépet nem használtam, de egy jó 2 hónapja készülök már vele. Főleg ilyen szegecsekkel vartam hozzá, tehát ilyen szegecseket ütöttem bele a ruhába, és akkor úgy rögzítettem a felsőt az alsóhoz. Meg itt a nyakamnál is van, ez már csak díszítésként funkcionál, és egyedül a ruhaujját vartam hozzá a felsőhöz.
A versenyre idén is az ország egész területéről érkeztek tervezők és kivitelezők. A pedagógiai célzatú rendezvényen 96 ruhakölteményben léptek kifutóra az alkotók. Szeretik a gyerekek ezt a versenyt, itt kiélhetik a kreativitásukat, eszement ötleteik vannak. Nem csak a smidiákjaink, hanem ugye most már országosan nőtte ki magát ez a rendezvény. Most már 3 éve mondhatom, hogy országos verseny vagyunk. Először városi rendezvényként indultunk 6 városi iskolával, most már ott járunk, hogy 26 iskola, 12 megyéből versenyzik a mai napon. Hogyan jutott el a hír egészen így az országos szinten? Mi volt ennek az előzménye, hogy most ennyien jelentkeztek már? Hát igazából mindig kiküldjük iskolákba a versenyfelhívást, igyekszünk eljuttatni minél több iskolába. A kolléganőink ugye egyetemi képzésen vettek részt, ott megismerkedtek ugye hasonló kolléganőkkel, akik ugye hasonló típusú iskolákba dolgoztak, és így terjedt a hír, ezért vannak például Nyíregyházáról is versenyzőink a mai napon. A szemetek kidobásra váró, de felhasználható anyagok között volt rágós papír, takarófólia, műanyagflakon, CD-lemez vagy akár pelenka. Az alkotásokat szakmai zsűri értékelte. Több éve részt veszünk az Ökomodell versenyen. A tavalyi évben került első alkalommal megrendezésre a kukafestőverseny, amelyet idén hagyományként tovább folytattunk. Pedagógiai célja van ennek a versenynek, hiszen a környezettudatosságra és az újrahasználat fontosságára hívja föl a figyelmet. A zsűri már összeült, és a hulladékból készült ékszereket, a kukafestő versenyre készült hulladékgyűjtő edényeket már lepontoztuk. A kukafestő verseny kiírás alapján első körben azt néztük, hogy ezek kültéri használatra legyenek alkalmasak, jelenjen meg a víz témaköre, mint idei téma, illetve a depónia arculatvilága is köszönjön vissza ezeken a hulladéktároló edényeken. Az ékszereknél, illetve majd a felvonuló ruháknál, amit én biztos, hogy nézni fogok, az az egyediség, a kreativitás, a megvalósítás, hogy mennyi munka került ezekbe a termékekbe, amiket készítettek, illetve hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban dolgozóként azt is nézni fogom, hogy minél több hulladéktípust használjanak föl, és ezek a hulladéktípusok egyediek legyenek. Évről évre itt van, és a zsűriben részt vesz. Van-e olyan, ami mondjuk nagyon meglepő így hulladékterén, hogy hát ezt is fel lehet használni a ruháknál? A tavalyi évben volt egy nagyon meglepő hulladéktípus, ez pedig a gumiabroncs hulladék. Volt egy olyan szoknya, ami ebből készült. Amit én még néztem, az a kávékapszulák, amik egyediként jelennek meg. Valaki teafilterből készített például ruhákat, ez se jellemző. Viszont fólia hulladékból nagyon-nagyon sokan készítenek ruhákat, viszont itt a kivitelezés nagyon-nagyon precíz már. Amit kézműves szemmel nézek, hogy mennyi benne a kézművesség. Tehát, hogy amit elkészítettek, ugye van egy kiírási dolog, most az idén ez a víz volt, tehát hogy mennyire kapcsolódik most a kiíráson, és utána mennyi az a munka, amit a saját kezével hozzátesz az, aki ezt alkotta. Tehát az ékszereket így zsűriztük végig, mert azzal már végeztünk, majd most jönnek a ruhák, és ott is ugyanez lesz a szempont, tehát lesz egy összhang, hogy a modell hogy néz ki, és mennyi benne az, amit kézzel ő hozzátett. Milyen ruhát készítettél erre az alkalomra, és miért pont ezeket az anyagokat használtad fel? Azért ezeket az anyagokat használtam fel, mert ezek voltak otthon, illetve juttazsák egyik kedvenc anyagom. A csipkét meg úgy nagyon szeretem, és ez igazából egy ilyen nyári ruha lenne, amivel el tudsz menni a moziba barátokkal, stb. Tehát igen. Ez azt jelenti egyébként, hogy ezt bátran felvennéd egyébként kint az utcára, tehát hogy nem csak itt egy ilyen divat bemutató helyszínen megmutatni a zsűrinek, hanem esetleg mernéd felvenni és megmutatni másoknak, hogy hulladékból is használt dolgokból is lehet készíteni ruhát? Hát ez egy nagyon jó ötlet, úgyhogy igen, nyáron is fel fogom menni. Mennyire volt nehéz megcsinálni ezt a ruhát, megalkotni, megvarni? Azt hiszem legalábbis, hogy vartad. Többséget ragasztottam, de van belevarva is. És hát sok éjszaka volt. Tehát miután jelentkeztem, így minden este csináltam valamit rajta. Az utolsó napokban a fényképezés előtt, szóval mielőtt elküldtem a ruhát, azelőtt hát jó sokáig fenn voltam ilyen hajnali 2-ig, és hát élveztem.
Ugye mondtad, hogy jó sok nap volt, egészen pontosan mennyi időbe telt az elkészítése? Egy hónap durván. Mennyire volt nehéz belebújni ebbe a nagyon-nagyon szép, hát ilyen alkalmi ruhába? Nem volt egyszerű, ugyanis ez az egész ruha áll egy fűző részből, egy alsó szoknyából, illetve egy felső szoknyából körülbelül olyan, hát negyed óra volt belebújni teljesen. Mennyire kényelmes viselni ezt, hogy érzed magad ebben a ruhában? Őszintén nem olyan kényelmetlen, mint aminek látszik, azért nem érzi magát teljesen komfortosan az ember, de szerintem teljesen elviselhető. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!